6 menetben, ladies and gentlemen, is Super Middle Category Next Bout. A mérkőzés vezető bírája már érkezik, és érkezik már is a kincsoró felé Manacia. Jó, tehát az általam korábban már emlegetett mérkőzésre felé Manacia között, aki ugyan kongói származású, de Magyarországon él, illetve ellenfele Ács József lesz. Ezt a mérkőzést az eddigiek ellentétben 6 menetre írták ki, tehát volt némi módosulás a programban, de sor kerül erre a mérkőzésre. Azért nem kifejezetten számít juniornak, mert a profi között sem, ugyanis 36 éves. Ahhoz képest nem igazán számít rutinosnak sem, ugyanis mindössze 5 mérkőzése volt a profi között. Amit a legutóbbit megnyerte, az első 4-et elvesztette. Ebből aztán minden benne volt a repertoárban, tehát 2-szer pontozással kapott, 2-szer diszkvalifikálták, 1-szer TKO-val kapott ki a mérkőzésen, és a legutóbbi mérkőzését az első menetben TKO-val abszolválta Slavomir Delis ellen. Erre egyébként tavaly decemberben került, sőt, hogy elég komoly kihagyás után érkezik a nagy középsúlyú Manacia. Ács József! József 1982-es születésű svájci illetőségű. A profik között ez az első mérkőzése, úgyhogy érdekes lesz látni, hogy mire megy az újdonsült honfitárs ellen. Mindjárt az első meccsen. A kicsorban a Feli Manacia, a Kokói Demokratikus Köztársaság versenyzője. 5 professzionális mérkőzésen van túl, ebből egyet kiütéssel nyert meg. Ács József pedig a piros sarokban élete első professzionális mérkőzésére készül. Most 6 menet nagy középsúlyban a mérkőzés vezető Török Sándor lesz majd, aki ebben a pillanatban már is középre szólítja a feleget. Fejlésre. Mélyütésre, korrekt meccs, oké? Okay? Kész fogja. Fogok. 76 kg és 30 dekagram. Ebben kellett mérlegelni a fiúkban. Oké, okay. Kész. Szorítóból. Következik az első menet. Box! Na hát lássuk ezt a debütáló mérkőzést Ács Józsitól. Mindenesetre szeretne szépen bemutatkozni a polis új igazolása. Az ő edzője is ugyanaz a Veres László, aki többek között a mai esti gálának a főszereplőjét, Matolcsi Józsefet is edzi. Kifejezetten tapogató jellegű eddig az első perc. Rick! Ketten próbálják kiugrasztani a másikat. Tudom, dzsebekkel indítani mind a ketten. Elég szokatlan fogás mutat be már az ökölvívásban. Szokatlan Manacia. Jól indított előtte dzsebbel Ács József, és ezzel hozta zavarba. Itt egy nagyon szép, precíz dzseb, illetve ez most már azt hiszem, hogy nehezen lehet szurkáló balosnak nevezni. Aztán jól belendül a kongói születés Manacia is, és egy
elég gyors bal jobbkezes kombinációval meg is lepte Ácsot. Hallatszik a biztatás a nézőtérő, hogy nem tud boxolni, ahhoz képest előbb ki elég tiszta ütéssel jelentkezett be Malanzia. Úgyhogy esélyektől függetlenül szép volt ez a balhorogástól. Úgy tűnik, hogy abban a pillanatban, ahogy a tiszta ütést bekap Ács Józsi, abban a pillanatban elég nehézkesen tudja lekezelni ezt a szituációt, és azonnal fogásban keres menedéket. Az biztos, hogy ha ezt a gyakorlatot folytatja, akkor különösebb pozitív fogadtatása nem számíthat sem a nézőktől, sem a bíróktól. Stop! Az utolsó percen belül vagyunk már a kezdőmenetben, és hát így összességében nézve valószínűleg Ács volt az, aki több tisztelítés, mint például ez jutott célba, de annyira nagy fölényben nincsen, mert ami történik, az gyakorlatilag a következő. Ács betalál egy precíz bal egyenessel, egy jobb egyenessel, és ettől annyira megsértődik Manazia, hogy egész egyszerűen neki ront az ellenfelének, és az annyira készletlenül érinti a magyar fiút, hogy be is szed néhány precíz ütést, úgyhogy nem annyira egyértelmű ez a mérkőzés, nagyon nagy slumban érkezett ez a jobb csapat, könnyen elkerült ezt Ács. Olyan vehemenciával érkezik, mint ahogy például most, hogy egész egyszer nem tud vele mit kezdeni Ács, és talál is a bungói fiú. Úgyhogy attól függetlenül, hogy valószínűleg összképet tekintve Ács volt az, aki talán egy kicsit összeszedettebb volt, nem annyira egyértelmű azt, hogy hogyan pontozzák ezt a mérkőzést. Tudja, az első mérkőzésen, az első profi menetén túl van Ács József, és most már lehet, hogy egy kicsit lehikadhatnak a kedélyek, és nyilván megkapja az edzői utasítást a sarokban, hogy lehet, hogy ne felejtsen el védekezni, illetve ne legyen nála egy rövid zárlat akkor, hogyha egy sikeres ütés kombinációt, ütés összetételt mutat be, mert ha nem emeli őt a magasba éppen Manazia, akkor egész egyszerűen neki szalad, mint például az most is látható, és például talál. Tehát csak azt sem mondhatjuk, hogy ezek ilyen fejvesztett próbálkozások, mert lehet, hogy annak indulnak, de annyira meglepi vele a magyar fiút, hogy mint ahogy itt a mellékelt ábra is mutatja, egész jó százalékban célba juttatja az ütést. Ha jól tudom, Ács is egy kisfiát mutatta egy pillanatra kamera, úgyhogy azért ennyire nem súlyos a helyzet, mint ahogy ő látta, mert kicsit pityergősre sikerült ez a kamerába pillantás. De nincs komolyabb baj, viszont arra nagyon kell figyelni Ácsnak, hogy ne hagyja a fedezék nélkül magát, illetve ne engedje át a terepet, mert túlságosan egyenes vonalban mozog vissza, tehát nem lép ki, nem emeli fel a fedezéket, nem mozog el, és hogyha egyenes vonal mentén mozog hátra, akkor gyakorlatilag nincs más teendője Manasziának, mint neki szaladjon, és megpróbáljon néhány ütéssel célba találni. Stop! Berek! Szépen mozgott most el Ács Józsi az ütések elől, és most nem szaladt el, nem mozgott nagyon hátra, és szépen meg is kontrázta az ellenfélét, úgyhogy kicsit összeszedettebbnek tűnik.